Jó napot kívánok! Takács Izabella vagyok, a Szabadkai Kosztolányi tehetség Tehetséggondozó Gimnáziumból. A mai órán a Nő a Társadalomban címmel választottam nektek egy anyagot. Kétféle megkezelítésen gondolkodtam. Ugye az egyik az az lenne, ha hoznék nektek irodalmi műveket, és megkerestünk benne a nő szereplőket, vagy pedig általában foglalkoznánk úgy a nővel és a jelenlétével a társadalomban, mint ahogy a női írókról, szerzőkről gondolkodunk, vagy hogy kik is voltak azok a, az irodalmi szerzők, akik nők voltak, és mégis nagyon nagy jelentős nyomokat hagytak az irodalom történetünkben. Hát én ezt az utóbbit választottam, és igyekeztem úgy megközelíteni, hogy hozzak olyan ö, idézeteket, meghatározásokat, ö, megnevezéseket, amelyek megítélik, hogy a nők hol is helyezkednek el az irodalomban. De rögtön az első oldalon láthatjátok hát József Attillától egy idézetet, arról van szó, ne hagyjunk, de mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők, szabadok, kedvesek, és mind ember, mert az egyre kevesebb. Tehát láthatjátok József Attilának a gondolat alapján, hogy ő aztán egyenrangúként fogalmazta meg a női-férfi viszonyokat. De nézzük ezeket a társadalmi szerepeket, hogy miként is oszlanak el a férfiak és a nőknek a társadalmi szerepe, miként ítélődik meg. Hát először is van egy társadalmi elvárás, ugye? Ezek az elvárásokat mi is ismerjük, hogy mi a dolga egy nőnek, mi a dolga egy férfinek. A legmarkánsabban ezek a változások tulajdonképpen, amik megjelentek a nők megítélésében, ezek a 20. században kezdtek el változni, hát ez a rapid fejlődés, ami itt a 20. században megjelenik, ez nem csak gazdaságban, társadalomban, az irodalomban is rányomta a bélyegét ezeknek a társadalmi különbségeknek a, a továbbgondolására, vagy pedig fejlődésére. Ez egy okokozati ok összefüggés, tehát nem egy olyan dolog, hogy gyorsabban fejlődött a társadalom, a nők a munkaerőpiacon aktívabban részt vesznek. Ezek bizonyos dolgokat magukkal vontak. Magukra vonták azt is, hogy... Amellett, hogy háztartásbelinek számítottak, most már, mint munka, tehát mint kereső is jelen van a családban, de ezen felül ellátja az anyai teendőket is, tehát sokkal több felelősség, illetve feladat hárul rá. És ennek az okokozati összefüggésnek következményeként, ugye a gyermekvállalásban is kevesebb idő, kevesebb tér marad a számára, ezért történik ugye ez a gyermekcsökkenés is, tehát a munka és a gyermekek ellátása az vezet ahhoz tulajdonképpen, hogy egyfajta konfliktusos, konfrontálódó életmódba keveredik, ami konfliktusok, vagy pedig ugye problémák, amelyek adódnak, megoldásra szorulnak, és teljesen más megítélés, látásmódot hoz a nők részéről a társadalom felé, illetve a társadalmi elvárások és teljesítések felé is. A női szerzőkről, hogyha beszélünk. Ö, hoztam nektek néhány gondolatot. Például Balla Zsófia, ő azt mondja egy ö, irodalmi összejövetelen, ez hangzott el tőle, hogy nem beszélhetünk női irodalomról, esetleg csak beszélhetünk nőies, vagy pedig férfias irodalomról. Tehát, hogy valaminek vannak femini vagy maszkulin vonásai. Tehát, hogy arról beszélhetünk, de nem különíthető ez el. A téma az a nőknél és a férfi íróknál, szerzőknél is mindig ugyanaz, ahogy ő is felsorolja, a szerelem, a halál, a magány, tehát mindig valamiféle nagy dolgok után, vagy útkeresések után kutatnak, legyen szó nőről vagy férfiról. Esetleg talán valami apró nüanszokban ott lehet különbséget tenni, hogy a férfiak inkább a harc és a, a kiállás mellett fognak Voksot tenni, hogyha témaválasztásról van szó, még a nők pedig inkább a nyugalomra törekszenek, vagy pedig annak a megtalálására ezekben a szövegekben. Tehát talán inkább a, a tematikában ezek a, ha, ezek a halvány különbségek lesznek azok, amelyekkel különbséget tudunk tenni. De, hogyha meg azt nézzük, akkor vannak olyan férfiak által művek, amelyeket mondhatjuk, hogy akár nő is írhatott volna, mert nőjes vonásokat tartalmaz, érzékiség, érzékenység, őszintesség, szerelem, vagy pedig férfias irodalomról is beszélhetünk, amit nők által írottak, hiszen a nők is azért hozzányúlnak bizonyos témákhoz, amelyek esetleg férfiasnak tulajdoníthatóak. De hogyha összességében nézzük, Balla Zsófia szerint is az irodalomnak nincs neme. Tehát nem úgy kell rá tekintenünk, mint valamit, aminek van valamiféle neme. Egyedemes és érdekes dolgokat mondott, ő a 18. század irodalmát kutatta. Az ő szemében azt mondja, hogy a a női vonásokat még a 18. századi irodalomban fel lehetett lelni az írott szövegekben. Hogyha visszagondoltok, akkor az első szlájdon láthattátok, ugye, hogy mondtam, hogy a 20. században kezdett a társadalmi fejlődés, kibontakozás, a női emancipáció ugye megindulni, tehát a 18. században még annyira nem, tehát mivel, hogy nem, ezért ekkor még elkülön, elkülöníthetőek voltak ezek a szövegek, tehát vannak specifikusan női témák, amelyek azzal foglalkoznak, amivel csak a nők gondolkodtak annó. Vannak itt ilyen felvetendő kérdéseim is irányatokban. Hát mondhatnám, hogy ezek ilyen megválaszolást nem váró, inkább csak elgondolkodtató kérdések, vagy esetleg eszé témáknak javasolt kérdések, hogy szerintetek van-e különbség férfi és női szerző között az irodalomban? Tehát fontos -e egyáltalán erről beszélni? Vannak-e jellemzően női témák, történettípusok, amelyek árulkodnak arról, hogy esetleg a nemi hovatartozása a szerzőnek az mi? És lehet azt tudni, hogy a női vagy férfi író költők vannak jelen nagyobb számban a modern irodalomban. Tehát, hogy mérjük -e ezt kilóval vagy sem. Tehát ez is egy ilyen érdekes meglátás, hogy mondjuk ha végiglapoztok egy lexikont, hogy egyáltalán mennyi női, mennyi férfi író szerző jut be az irodalmi kánonba, ugye amit elemeznek, vagy amiről tárgyalnak. Egy kultúrakutató nézőpontjából, hogyha nézzük, egy irodalmi műszületését kevésbé befolyásolja a szerző nemi hovatartozása, ő szerinte inkább az irodalmi stílus, a témának a népszerűsége az, és a lényegében az, hogy az olvasóknak az a könyv mennyire nyeri el a tetszését, legyen szó bármilyen nemű szerzőről. A múlt század elején, a legtermékenyebb időszaka ez ugye az irodalmi műveknek, hogyha csak a nyugati irodalmi csoportosulására gondoltok. Az írók, költők, irodalmárok és nem utolsó sorban mecénásoknak a köz, köre, amit a nyugatosoknak nevezünk. Hogyha most ezt kilóra megmértük volna, akkor mondhatnánk, hogy közel 50 nő, és körülbelül 300 férfi szerző tartozott a nyugat vonzás körében. Ezt csak azért mondom el, hogy valamiféle számadatokat is lássatok ezzel kapcsolatban. Például itt megemlítem, Földes Jolánt, akinek a neve azért érdekes, Jolanda Földes, feltételezem nem sokan hallottátok erről a szerzőről. Ő a Halászó Macska utcája című regényével 1936-ban Mixát díjat kapott. A Pinker Irodalmi Ügynökség nemzetközi pályázatának a díját elnyerte. Ez az elismerés, ez akkora jelentőségi volt a múlt század elején, mint hogyha ma Nobel-díjat kapott volna valaki, és érdekes, hogy mondjuk rá Kertész Imre nevét biztos, hogy hallottátok, aki Nobel-díjat kapott, Földes Jolánnak a neve pedig teljesen feledésbe merült, függetlenül attól, hogy női szerzőként mekkorát alkotott, vagy miért. Hát, ö, erre pedig az irodalom történészek napjainkban is azt mondják, hogy azért, mert az irodalmi kánont azok a férfiak határozták meg, akik elképzelhetetlenek tartják azt, hogy a Nő jelen legyen a szépirodalomban. Tehát az akkori férfi akik akkor írtak, alkottak, nem tartották ezt egyszerűen ö, értelmezhetőnek, megérthetőnek, hogy egy nő nyerjen el egy ilyen jelentős díjat. Arról nem beszélve, ugye a világháborúk idejéről, korszakáról beszélünk, hogy zsidó származású volt ez a szerző. Tehát sok minden befolyásolja azt, hogy miként fogjuk megítélni majd a szerzőket. Van itt egy nagyon érdekes szerintem, ez a Wilpert, ez egy lexikonban próbálta megfogalmazni azt, hogy mi a női regény szerinte. A megnézitek, ez nem is annyira régi keletű, hiszen 1989-ben írta le ugye ezeket a gondolatait, és női regényben azt mondta, hogy női regény az. A nők által írt általában témájában is a nők élményei forgó regény a női irodalom része. A másik gondolata az, hogy értékelő mozzanatot nem tartalmazó tartalmi minősítés általában egy nő életéről szóló regény, nevezhetünk női regénynek, és szűkebb értelemben pedig a bestseller irodalomhoz hasonlítja, azt mondja, hogy a szerelmes regénnyel áll, tehát a ponyva regénnyel áll egyenrangú szinten. Hogyha ezt ebben a megítélésben néznénk, én úgy gondolom, hogy ez egy kicsit azért messze menőleg kritikusan fogalmaz a női regényről, vagy szélsőségesen. Azért úgy gondolom, hogy ez nem igazán így van. Egyébként, ha a Lexikont megnézzük, például olyan címszó, hogy férfi regény nem szerepel benne. Van egy érdekes mondat, amiből szintén kiindulhatunk, hogy elkezdjünk gondolkodni a témáról. Flaubertnek van egy mondat a 19. századból. Azt mondja regényében, hogy Bovariné én vagyok. Ugye, hogyha megnézzük, hogy egy férfi mondja ezt, hogy Bovariné én vagyok, akkor elgondolkodtató, hogy miért érdekes, és miért vált ez tulajdonképpen annyira közismerti, vagy érdekes ez a mondat. Hát a kérdések, amiket feltesz Bán Zsófia kapcsán, hogy vagyon ugyanilyen frappáns lenne -e ez a mondat akkor, hogyha női szerző írta volna. Ugye ez a kérdés, amit feltett, ez felveti a gender kérdéskörét tulajdonképpen. Vagy a másik kérdés, bocsánat, a számozás rossz, de második kérdés, vajon megszületett volna a Bovariné című regény, ha Gustav Flóber valóban Bovariné, azaz nő lett volna, ez a szerzőségnek, vagyis a reprezentációnak veti föl a kérdéskörét, és ebben az esetben, tehát hogyha Flóber nő lett volna, akkor vajon válhatott volna egy tőle származó hasonlóan frappáns mondat ilyen közkézen forgó szállóigévé, ez pedig az irodalmi kanonizációnak a kérdését veti fel. Na most, hogyha megnézitek, hogy ez a Boveriné én vagyok című mondat olyan fontos kérdéseket vethet fel, mint a gender, a reprezentáció vagy a kanonizáció, akkor megijeszthet benneteket. De ezért hoztam nektek erre megoldást vagy feloldást, hogy elmagyarázzam, hogy ez mit is jelent. Ezek olyan fontos szakkifejezések, hogyha női irodalomról beszélünk, vagy a női szerzőségről, vagy nőkről az irodalomban, akkor a mai nyelven ezt tulajdonképpen úgy nevezzük, hogy genderkutatásokat folytatnak. Tehát a nők szerepe nem csak az irodalomban, a megnyilatkozásokban, tehát mindenhol az, egyen, az egyenrangúságot, az emancipációt kutatva megjelennek ezek a gender kötetek tárgyaként is, tehát tantárgyanként is. Ezt egyébként magyarosan is tudjuk írni, nem úgy, hogy gender, mint ahogy írtam, hanem ugye genderként, ahogyan ejtjük is és ez tulajdonképpen egy olyan nem biológiai tulajdonságok, szerepek, viselkedésmódoknak a tömege, a halmaza, amelyet a társadalom elvár a nemeknek a képviselőitől. A reprezentáció, azt valószínű, hogy már hallottátok a kifejezést, az valaminek ugye a bemutatása, ábrázolása, megmutatása, megmutatkozása, a kánon, az pedig tulajdonképpen négy súlypont körül rendeződik, ez pedig a mintakép, a mérték, a szabály, és tulajdonképpen valami fajta lista, hogyha így fogalmazzuk, de hogyha irodalmi kánonról beszélünk az irodalomban, akkor az azt jelenti, hogy az a tömörülés, aki mérvadó egy adott korszakban, tehát aki meghatározza a korszaknak az irodalmát, vagy pedig tömörülés egységessé alakul, vagy formálódik. A nyugatosok kánonáról is ugye beszélhetünk, hiszen ők, ők is egy eszmét, egy szabadabb eszmét, a nyugat eszmét képviselték, tehát azt is nevezhetjük egy irodalmi kánonnak. De ugyanúgy, ha kánonról beszéltek, kánonok a zenében, az antikvitásban, vallásban, jogtudományban, tehát mindenféle társadalomtudományban tulajdonképpen megjelennek, tehát nem csak kizárólagosan az irodalmi kánonok léteznek. Jókai Mórnak is hoztam egy idézetét, 1847-ből. Hát ez sem nem egy mai idézet, ugye most már számolok 170 év távlatából. Az írásmód nem az én hibám, hanem ugye így írtak a 19. század derekán. Elmúltak az idők, midőn a nőket guzsajhoz és varrótűhöz utasíták a közvélemény. Akkor a férfiak kardot és lándzsát forgattak, a fegyverek nem illettek női kezekbe, de most férfi urai még letették a kardot, tollat fogtak, fegyverül kezükbe, s ez nem oly nehéz, hogy női kezek is el nem bírnák. Azért csak hagyjuk, hogy a szellem emancipálja magát, engedjük, sőt adjunk rá módot, hogy mindenki tanuljon gondolkozni, mert bizony eljön az idő, mikor mindenkinek szüksége lent, saját eszére, legyen férfi vagy asszony. Hogyha most az előző szótára gondoltok, ahol a női irodalmat igen kegyetlenül ítélték meg 1989-ben, akkor láthatjátok, hogy azért jókai érdekes mód már a 19. század derekán messze előre mutatott, vagy valamint túlmutatott talán arra, ami, ahol tartunk napjainkban. És akkor nézzünk meg néhány ilyen női szerzőt, milyen témák azok, amelyekről beszélnek, indulok a múltból, eljutva a jelenik, hogy hogyan és miként ítélték meg őket talán az adott korban. Kezdem az 1700-ban született Árva Betlen Katával, aki író nő és mecénás volt. Azért emeltem ki a korban őt, mert a mecénások nők körében sokkal ritkábbak és nem is voltak annyira jellemzőek, az ő neve viszont Valahogy forradalmian összefor, összefort ezzel. A mecénás az ugye a művészetet pártfogoló személyre vonatkozik, tehát aki pártfogója a művészeteknek. A főművész a gróf Betleni Betlen Kata életének mag, ö, rövid leírása. Ez a magyar baroknak, a Memoir irodalomnak a, a legjellemzőbb, legjellegzetesebb ö, írott ö, alakja. Nagyapja Betle János kancellár volt, Betlen Miklós államférfi történetíró volt ugye a nagybátyja, tehát egy nagyon nagy, jelentős történelmi családból származott. Élete viszont egy olyan volt valóban, mint egy kalandregény, és ezekben a visszaemlékezéseiben, memoáriaiban ezt fogalmazta meg. Német László azt írja róla, hogy Árva Betlán Kata valahonnét az irodalom történet sarkából dereng a neve. Aki ezt az életrajzot írta, nem csak nagy lélek, de nagy író, mikes és faludi közé illő. Íróságban kevesebbel marad el mögöttük, mint amennyivel lélekben felülmúlja őket. Őt ismerve egyel több okunk van a 18. századot Magyarországon és a művelt próza századának tekintenünk. Tehát azért német László olyan gondolatokat mondott el róla, ami ugye a 18. század irodalmi kánonjába csak felemelte Árva Betlán Katát, akinek talán a nevét sem nem hallották azért sokan. Dukai Takács Judit, hogy az időben egy kicsit haladjunk, álneve is volt, Malvina, ugye nagyon érdekes, hogy az íróknak úgy legyen szó, majd látjátok férfiakról vagy nőkről, mindenki szerette ezeket az álneveket, a magyar szafónak is nevezik őt, ő a költőségéről ismert. A Söflin Aladár Irodalom történész azt mondta róla, hogy szerinte a vidéki idilt az egyszerű polgári élet bájait énekelte csupán meg. Ma már azért látszik, hogy a személy az már messze túlmutat ezen, tehát nem csak a vidéki idil bájait tudjuk megidézni az ő költeményei révén. Kafka Margitnak a nevét már biztosan hallottátok, hiszen a két legfontosabb regénye, a Színek és Évek és a Hangyabó is talán olyan irodalmi élményeket idéz fel, amelyekkel már találkoztatok. A Színek és Évek azt tudom, hogy általános iskolában olvasó könyvetekben szerepelt, a Hangyabó pedig ugye a lány regénye, a lány intézetben íródott. Adi André nagyon nagy íróasszonynak nevezte, a nyugatnak tartozik az irodalmi kánonjához, és ugyanolyan ö, híressé vált, talán mint a nyugatosok, tehát abban az 50 nőben, amit említettünk, Kafka Margitnak a neve mindenképpen ott van, verseivel, novelláival, elbeszéléseivel. Lesznai Anna, ő Jászi Oszkár feleségeként szintén a nyugatosoknak a táborát bővítette, ő író, költő, festő volt, ha megnézitek a... 19. század, 20. század ugye fordulóján, illetve 20. században a háborúk idején egy elméleti, gondolkodó, nagyon művelt asszony és nagyon-nagyon sokrétű, ő neki pedig az eredeti neve Amália volt, ez váltotta lesz, ilyen Andára. Lirájának fő motivuma a természetből való, és hoztam nekik, nektek idézetet is, de hogy mindenkinek a végére írják, most idézeteket nem olvasok. Kádár Erzsébetet azért tettem be a, ebbe a nőiről szóló gyűjteménybe, hiszen ő Szabadkán született, nagyon rövid élete volt, rövid élet műve is maradt fenn, viszont azt mondják, hogy Hogyha akartok egyszer majd kutatni, akkor talán vele érdemes foglalkozni. Nagyon kevés irodalom foglalkozik Kádár Erzsébettel, eredeti nevén Csernovics Erzsébettel. Hirtelen elhunyt, ugye, és ő 36-ban tűnt fel a nyugat pályázata nyerteseként egy novellájával, novellájával, és a 30 szőlős kosár, az pedig a, a magyar novella irodalom mesterei közé emelte őt, mégis valahogy feledésben merült a neve, de mondjuk ezt nem árt tól, talán róla ö, tudni, egy titokzatos, ö, impressionista vonásokat is ö, hordoz az életművel, nagyon szomorú története van. Akinek nevét szintén ismerhetitek, az Nemes Nagy Ágnes, ugye ő egy ö, költő és gondolkodó társadalomtudós, ő az Újhold Nemzedékének kánonjának a tagja, a Nemes Nagy Ágnesnak, a kemény diktatúrának köszönve, ismerjük meg gyermekműveit, mert ugye az 56-os években egy része az irodalom irodalmároknak, a peremvidékre szorult, nem engedték, hogy publikáljanak, mert a témák, amikkel foglalkoztak, nem feleltek meg az akkori politikumnak. Ezért ő a gyermekversekhez menekült, de viszont ennek köszönve megismerhettük Nemes Nagy Ágnesnak a gyerekverseit is, ami egy csodálatos csodálatos birodalom vagy csodálatos gyermekverseket is írt. Ami pedig az arc poetikáját illeti a költői hitvallását, az pedig például egy verséből idézve, kemény vagyok, és omlópor vagyok, nem olvadok, és nem köt semmi sem. Ketten vagyunk, mikor magam vagyok, a lelkem szikla, testem végtelen. Talán ebben megfogalmazza azokat a gondolatokat, hogy mit is lát ő tulajdonképpen önmagáról, amikor ír vagy alkot. Szabó Magda is nagyon közkedvelt, hogyha nem olvastátok, akkor láttátok, hiszen a leghíresebb regényet, az Abigélt, azt ugye meg is filmesítette Szabó István. A sikerének titkaként azt könyvelik el, hogy régi nagy polgári családoknak a történetét meséli el, és aki történetmesélő, az mindig érdekes, egy családtörténet pedig mindig izgalmas, mindig kalandos, érdekes, és azt mondják, hogy ezek a családtörténetek tették talán sikeressé, érdekes mód soha nem szegültek szembe, és ő mindig nagy elismertségnek örvendhetett. A Következő, akiről szólnék, az Janikovszki Éva. Janikovszki Éva, az valahogy azért hoztam ezt a képet, mert Tréber László rajzaival, aki fogott egyszer Janikovszki Éva könyvet, annak mindig bevésődik az agyába, hogy az illusztráció mennyire fontos és szerves része egy könyvnek, egy kötetnek. Réber László rajza is ugyanilyen fontosak. Ő ugye ezeket a kis ö, gyerekkönyveket írt a 8-12 éves korig, ahol pontosan a kornak a, a, a dühelyit, vágyait, sikereit, boldogtalanságát, ö, érzésvilágát hozza fel, és állandóan népszerűek minden évben, minden generáció számára az ő könyve és szövegei, nagyon könnyed, nagyon ö, kortárs ö, stílusban írja meg őket, és ugyanúgy a Móra könyvkiadó kiadásában jelöltek meg, tehát itt ö, ide köthetjük az ő nevét. Hogyha egy kicsit közelebb jövünk ugye napjainkhoz, akkor Polcellent nem tudtam azért kihagyni, nem csak azért, mert személyes kedvencem, de lehet, hogy azért. Ő pszichológus is volt, író is, és egy nagyon érdekes, hogy a tanatológiának, amivel nagyon kevesen foglalkoznak, ez a halálnak, a gyásznak, a feldolgozásával foglalkozó irodalomnak a része. Az asszony a fronton az egy döbbenetes és nagyon jelentős írásműve, a másik pedig a nem trapolok tovább, amit férje halála után írt. De hogyha erre az egy képre nézünk, akkor azért láthatjátok, hogy mennyi fontos uh, irodalomtörténeti momentum szövődik egyetlen egy fotóba, Nádas Péter fotózta Polc Alent és Mészöly Miklóst, aki a férje volt, és Mészöly Miklós nevét is biztosan ért, ismeritek ugye az irodalomból, tehát nem egy akármilyen csoportosulásnak az emlékét hagyta nekünk ez a fotó. Rakovszki Zsuzsa már a kortárs irodalmunk része, mint láthatj, láthatjátok, ugye ő még él köztünk, van alkot, lirikusként indult, de tulajdonképpen a Kígyó a című regénye volt az 2002-ben, ami egy áttörést hozott, és onnantól kezdve Rakovszki Zsuzsának úgy a regényei, úgy a versei, úgy minden egyes szövege, amit ír, nagyon-nagyon népszerűek az olvasók körében, nagyon kortás, nagyon friss a szövege a nyelvezete, és ami a legfontosabb pont a nyelvezet kapcsán az, hogy az arhaikus és a mai irodalmi nyelvhasználatot az teljesen össze tudja gyúrni, tehát egyáltalán nem érezzük az, hogy valami arhaikus, még akkor se, hogyha ugye beleszövi ezekbe a történetekbe, egy nagyon híres regénye mindenkinek ajánlom figyelmébe. A másik kortárs írónk pedig, akiről feltétlen szólnunk kell, az pedig Tóth Krisztina. Ő az már amellett, hogy szintén költő író műfordító. Verses kötetei vannak. Ő ezen kívül tankönyveket is ír, tehát nagyon sok népszerű abban megjelen, közszereplőként is működik. Az első verses kötete volt az őszi kabátlobogás, és a gyűjteményes kötete pedig a Porhó címmel jelent meg 2001-ben, ami tette talán országosan elismerték, És csak néhány gondolatot tőle, hogy ő miként gondolkodik, mi az ő arszpoetikája talán. Az a költészet funkciója, hogy megtisztítsa a szavakat, és újra felragyogtassa őket a saját jelentésükben. Például ezt is mondhatjuk egy arszpoetikának, aminek költői hitvallásnak, amit Tóth Krisztina mond el, magáról a költészetről, illetve annak a funkciójáról. És akkor, hogy ki mindenki maradt ki, hát azt nem tudnám felsorolni, csak néhány név. Gergely Ágnes, Jóka Anna, Szécsi Noim, Bódics Krisztián, Bán Zsófi, Balla Zsófi, Takács Ruzsa, Bálint Ágni, Galgóci Erzsébet, Földes Jolán és a többi. Tehát rengeteg olyan szerzőnk és írunk van, aki kapcsán tudnánk beszélgetni, akinek Érdemes lenne különböző szempontokból végigkövetni az alkotását. Az egyik az, hogy hogyan illeszkednek az irodalmi kánonba, talán onnan is meg tudjuk közelíteni, hogy kinek mi az arszpoetikája, és talán onnan is, hogy miként ítéli meg őt az adott társadalom. Tehát rengeteg kérdés felmerülhet a gender kapcsán. Én most ebben rövid kis órában ennyit tudtam nektek belepréselni, de talán a kérdések vagy felvillanó gondolatok, szerzők, nevek, írók, arzpolitikák fogalma, talán bennetek is elindítanak egyfajta gondolkodásmódot erről az irodalomról és az irodalomnak erről a részéről. Én köszönöm a figyelmeteket, és szép hetet mindenkinek!